A hétvégén 33. alkalommal került megrendezésre az Ajka rajtja a sportcentrumban és annak környékén. Erről láthatnak most egy összeállítást. Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. Annyit a Rajka rajtja történetéről aztán el kell mondanom, hogy 33. alkalommal kerül sor erre a versenyre. Nem is versenynek mondanám, inkább szemlének. Azt is hozzá kell tennem, hogy a kezdetben, akik ezt az egészet elindították, sajnos már van, aki nincs köztünk, Harmad Jánosné Katinéjét meg kell említeni, Söveggyártó Attila volt, aki hál' Istennek még velünk van, Bocsi János is az egyik aktív volt, aki ebben a rendszerben vezető szerepet játszott. Egy újabb generáció következett utána, ugye nem beszélve Bódai Olyáról, aki sportszervező volt, és akkor két fiatal szeretnék még a korosztályomhoz képest fiatal, Jankó Iszát és Király Csabát köszönteni, akik szintén aktívak voltak, egy tapsot megérdemelnek. És tulajdonképpen a házigazdát is, Jáki Petit is köszöntöm, meg a munkatársait, akik ezeket a rendezvényeket lebonyolítják. Teljesítették a távot. Nagyon sokan voltak idén, ennek ez köszönhető annak is, hogy a Városi Mezői Diákolimpiát is egyben rendeztük a Rajka rajtjával. Erről mit kell tudni? Hát a Diák Mezői minden évben külön rendezik meg, de idén kitaláltuk azt, hogy igaz, hogy betonon rendeztük, de a mezői bajnokságot ugye mindig meg kell rendezni a Városi Mezői Bajnokságot, mert ilyen feljutásos rendszerben van, és a városi, megyei és az országosra lehet eljutni. Hát általában szép eredményeket szoktunk elérni megyei versenyeken, az országosan azért ugye a középmezőnyben vagyunk. Jöjjünk vissza az Ajka rajtjára. Milyen korcsoportokban lehetett teljesíteni a távokat? Hát 5 korcsoport volt, volt az első korcsoport az első második osztályosok. Ők közel 100-an voltak, 97-en volt a második korcsoport, akik 112-en voltak, és ők a harmadik, negyedik osztályosok. Ez a korosztály, ők futottak 1200 métert, az első korcsoport az 800 métert, a harmadik korcsoport az a 5-6. Osztályosok, ők 2000 métert futottak. A negyedik korcsoportban már voltak idősebbek is, de ott voltak a 6.-7. osztályosok, és mellettük még a 40 év feletti nők és férfiak, illetve az 5. korcsoport az ennél idősebbek, ők 3400 métert futottak. Kik szereztek első helyezést a különböző korcsoportokban? Az első korcsoportban Molnár Levente lett az első a fiúknál a Fekete iskolából, és a lányoknál Egressy Puklárka a Szent iskolából. A második korcsoportban a fiúk között Szabó Barna Fekete István iskola és Poser Panna Magyar Polányban. A harmadik korcsoportban Trunka Botond a Borsosból és Győdj Panna Polányból. A negyedik korcsoportban, ugye itt két utam volt, mert voltak a gyerekek és a felnőttek, 40 év feletti felnőttek. A gyerekeknél Bíró Trisztán a Feketéből és Wagner Fanni a Feketéből ugyancsak. A férfiaknak a Benke László és Szijjártó Krisztina lett az első, illetve az ötödik a leghosszabb távon Liska Bálint és Zsuzsa Kata lett az első. Most már ez a 33. éve, hogy megrendezik az Ajka rajtját. Mit tudunk a legnagyobb eredménynek, amit elértetek el a 33 év alatt? Hát az, hogy ez 33 éves, szerintem ez már nagy szó, kevés az ilyen patinás verseny az országban is. Illetve azt, hogy azért ez a 3-400 fő Ajkáról mindig részt vesz ezen a versenyen. Állandó résztvevői vannak a versenynek? Vannak sokan állandó résztvevők is, és hát én is magam 33 éve rendezem ezt a versenyt.